Bárki, akinek volt munkája, már tudja, hogy nem könnyű megszabadulni tőle. De mit tehetünk, ha véglegesen szeretnénk számolni a kellemetlenségekre? A különféle szemölcsöket az emberi papillomavírus HPV okozza, amelyek közül több mint 65 ismert. Most felhívjuk a figyelmet a kezelési lehetőségekre. A vírust az okozza, elterjedhetnek a mikrobűncselekmények és a szexuális útvonalakon keresztül, amelyeket gyakran nehéz felismerni és megkülönböztetni egyes vakondoktól vagy bőrnövekedésektől, amelyek megjelenése a bőr állapotától, a vírus típusától és a fertőzés helyétől függ. Csak érdemes konzultálni egy dermatológussal a szemölcs eltávolításához, mivel ez teljesen más módon kezelhető. Például a felnőttek szélén lévő felnőttek vagy szemölcsök számára, felnőttek vagy szemölcsök számára. Sokan úgy gondolják, hogy a szemölcsök a gyengült immunrendszer miatt alakulnak ki. De ez nem egészen a helyzet. Sok esetben a vírus apró sérülések révén behatol az epitéliumba, és ha az immunrendszer jelenlegi gyengesége miatt csökkent a rezisztencia, az epiteliális sejtek infúziója, és növeli őket, kiváltja őket, a képződést a bőrsérülései, a bőrpréselés, a fokozott izzadás és akár a láb deformációi megkönnyíthetik. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a háttérben van-e bármilyen immunbetegség, hangsúlyozza dr. Anna Mária Robsa. Dermatika, dermatika. Lehet kerek és pedgerek. A leggyakoribb típus a Verruca vulgaris. Szokásos szemölcsök. Elsősorban a tenyerén, a talpán, az ujjain, a térdben és a könyökben ritkábban. De bármilyen testterületen megjelenhet. Általában kerek vagy félgömb alakú. Halványsárga vagy durva felülete miatt piszkos szürke, pontozott, durva gömb, amely nem okoz gyulladást, és csak akkor fáj, ha megsérül. Gyakori, hogy a gyermekek az újszopás vagy a körömrágás következtében szemölcsök fejlődnek a körmök alatt. És ez kissé fájdalom is lehet. Az arcon, a nyakon, az állán és a szemhéjon. Vékony szemölcsök képződhetnek. A nemi szervek körül előfordulhat. Hogy az úgynevezett befelé növekvő szemölcs fájdalma miatt akár járási nehézségeket is okozhat. Természetesen a fenti lista hiányos. Csak gyakori típusokat tartalmaz. Különböző szemölcsök jelenhetnek meg a test különböző formáiban, esztétikai és egészségügyi problémákat okozva. Valószínűleg fájdalmat okoznak, magyarázza dr. Róz Anna Mária. Vagyis a legtöbb esetben valódi oka van az eltávolításnak, ami természetesen a szemölcs típusától függ. Figyelembe véve a szemölcs helyzetét, típusát és méretét, választhat a fagyasztás, a műtéti eltávolítás, az elektromos vagy lézerkés megsemmisítéséből, valamint a szemölcsök helyi használatából. Vagyis azt kell figyelembe venni, hogy a vényköteles gyógyszerek nem befolyásolhatják. Mert ők nem befolyásolhatók lehet. Hogy nem működik, mert nem megfelelőek a szemölcs típus megsemmisítésére. Hogyan csökkenthetjük a vírus fertőzés esélyét? Ne piszkáljon, harapjon és vágja le a szemölcsöket, amelyeket már otthon létrehoztak. Fürdés után törölje le a bőrt száraz, különösen a kanyarok és a lábujjak. Viseljen tiszta pamutszokatot, amely elnyeli az izzadságot, hogy elkerülje a bőr szorítását és lágyítását, ami megkönnyíti a vírusokat a bőrbe. Mindenki saját törülközőit, saját papucsát használja. Viseljen jól szellőztetett lábbelit és sportcipőt a sporthoz. Rendszeresen fertőtlenítse a cipőnket. Elolvastad.
Kövesse az egészségügyi útmutató cikkeit a Google News, a Facebook, az Instagram vagy a Twitter címen.